Uram, a kezem el ne enged, te vagy a vég, te vagy a kezdet, te vagy az egy, és te a minden, te vagy a túl, és te az innen, te vagy a hajnal, és az este, te vagy a remény, éjjelente, te vagy a fény, és te az oltár, te vagy a szent, ki velem voltál, te vagy az élet, és az álom, te vagy a legszebb szó a számon, te vagy az egy, és te a minden, te vagy a megszabadító irgalmas Isten, te ott voltál, mikor születtem, te ott voltál, ha rosszat tettem, mikor bánat nyomta a vállam. Édesanyám, sírjánál álltam, Uram, te láttad, minden léptem, te vagy a vígaszom, reményem, amikor kellett, segítettél, mindig jó útra terelgettél, add, hogy éljek őszinte szívvel, szolgáljam hazám szenvedéllyel. Te vagy a kezdet és a minden, áld meg családom és hazám, irgalmas Isten! Te ott voltál, mikor születtem, te ott voltál, ha rosszat tettem, mikor bánat nyomta a vállam. Édesanyám, sírjánál álltam, Uram, te láttad, minden léptem, te vagy a vígaszom, reményem, amikor kellett, segítettél, mindig jó útra terelgettél, ott, hogy éljek őszinte szívvel, szolgáljam hazám szenvedéllyel. Te vagy a túl és az innen, áld meg család, irgalmas Isten! Kedves nézőink, mai ünnepi műsorunk utolsó blokkja következik, és bár az elején alig tudtam megszólalni, most mégis úgy érzem, hogy az áldással, amit a műsor kapott, sokkal több erővel és egy hatalmas segítséggel remélem, hogy még sokszor 7 évig leszünk így együtt, önök és én. És akkor egy olyan blokk következik, amit tulajdonképpen a kezdetektől van igazán kiemelkedő része a műsornak, és ez az egészségünkre, Tibor pedig a barátom. És ez már egy védés-dacszövetség arra, hogy meggyógyítjuk az egész világot, vagy egészségben tartjuk. Nagyon örülök neked. Én nagyon szépen köszönöm
ezt a 7 évet, és azt szokták mondani, hogy a 7 év az a választó víz egy házasságban. Félreértés ne essék, mi nem vagyunk házasok, de sokszor többek annál, hiszen jóban-rosszban együtt 7 éven keresztül, a 7 sok napján, hiszen nem csak úgy történik, hogy itt összefutunk, aztán lesz, ami lesz, hanem meg kell beszélni dolgokat, stábértekezletek szoktak lenni, ötletbőrzék, ötletparádék. És én most nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy 7 év mit is jelent. Hát kezdjük ott, hogy a 7. emeleten vagyunk. Nem a 7. mennyországban, de majdnem. Tudnék, a Szondi utca és Vörösmarty utca sarkán a 7. emeleten vagyunk most már 7 éve. És azt gondolom, hogy ez sem véletlenül van. Aztán a 7-es az a szerencse számom. És remélem, hogy most nem tudom, hogyan számítsuk, hogy most lesz a 7. évünk, vagy befejeztük a 7. évet, ugye? Hát akkor még 7x7 az 49, az éppen belefér mindkettőnknek. Remélem önöknek is. És hogyha velünk tartanak, és a sok hasznos információt nem csak meghallgatják, hanem hasznosítják, akkor minden megoldható. Megint el kéne énekelni, hogy próbálj meg 120 évig élni, és nem mint a gyertya gyorsan égni, de hát mi megpróbálunk van rá lehetőség tanácsot adni. Megteszünk mindent, amit lehet, itt a tévében, vagy a 2 klubban, a nagy Tea Gloria klubban, vagy a kisebb egészségklubban, a Kossuth-Lajos utcában. Viszont egyetlen egy kérésem van. Tudják, egy házasságnak egyetlen alapja van, a hűség. Legyenek hűségesek hozzánk, mi is azok vagyunk önökhöz, és legalább egy tizedét szeressenek annyira, mint amennyire mi önöket. Tányércsörenés nélkül nincsen házas élet, ezért ezt a poharat én most mindjárt összetöröm. És akkor csapjunk bele a mai adásba, mert ha már említetted, ez a torta tényleg nekünk készült. Hát ilyen csészét más nem kaphat, csak a Tea Gloriával. Az István cukrászda volt olyan aranyos, azt mondja, hogy hát a Tea Gloriával hát egy olyan szép csészét csinálunk. Először megijedtek, mert ez már tulajdonképpen marcipán szobrászat. Az. De meg kell, hogy mondjam, hogy végül is meglepetés volt, mert azt mondták, hát azt nem lehet megoldani, és a végén egy olyan édes kis füles, finom cizellált csészét kaptam marcipánból. Jó, holnap reggel a kávédat itt, ebből hogy is szok, jó? Megmutatjuk füle is van, higgyék el a nézők, ilyen édes, kedves, úgyhogy köszönjük szépen az István cukrászdának, hogy velünk ünnepel. Hát akkor az ajándékba engedd meg, hogy ezt a kis csokrot átnyújtsam neked jelképesen. Nagyon-nagyon aranyos, azért vagy itt tényleg bővült az én gyönyörű virágcsokor. Azért hoztam liliumot, mert hát te is fehérbe vagy, fehér liliumszál. Hát ez a mi tisztaságunkat jó. És a kedves nézőknek is hoztam valamit, mert a születésnap önökkel együtt az igazi. Már kaptam kritikát, hogy a nápolyi dalaim már nem egészen fiatalok, föl kéne frissíteni. Hát kérem szépen vadonatúj, gyönyörű nápolyi dal DVD, és újdonság, ez az Operett Parádé, Kálmán Imre és Lehár Ferenc legszebb melódiái. Szép új dallal gazdagodik a műsor. És hát van egy szomorú apropó is, Kovács Erzsi ugye sajnos meghalt. Már nincs, és képzeljék el, hogy mi történt. A hétvégén rámoltam, és találtam kb. 30-40 darab könyvet. Ez egy mikor antik könyv. Hát ezt antik. Kovács Erzsi írta, én adtam ki annak idején. Én mondhatom azt, hogy 1950-től 2010-ig a sztárvilág, az élet, a börtönélet, a magánélet, a fantasztikusabb... Ez egy életrajzi? Ez egy életrajzi könyv. Uh-huh. Csemer Géza rendezte sajtó alá, és a nagy slágerekben rengeteg fotó, Friderikus... Hát érdemes néha rendet rakni. Csak egy képet mutatok, itt van a kis Kovács Erzsi, és aztán milyen hatalmas művész lett belőle. Én azt kívánom önöknek, hogy hallgassák sokszor ezt a műsort, mert nagyon sok érdekességet fognak még benne hallani. Isten és éltessen. Akkor nagyon szépen köszönöm a műsor, meg a kollégák, meg a te nevedben is, hiszen te ugyanúgy 7 éves lettél ezáltal. És akkor, hogy maradjunk a 7-es számok bűvületében, ennek a mai blokkunknak az a címe, hogy 7 év alatt érik be
az aloé. Nagyon hosszúnak tűnik, úgyhogy én arra kérlek, hogy úgyis az aloé dicsérete a mi műsorunk, mert ez egy csodálatos növény, de hogy egy picit foglalkozzunk akkor vele azoknak, akik új nézőink, meg hogy mit jelent ez a hosszú szám, hogy miért kell 7 év a megéréshez. Tulajdonképpen ez nem egy konstans szám. Gyakorlatilag akár már 3-4 évesen is el lehetne kezdeni fogyasztani az aloét. Már úgy értem, hogy amikor az aloé növény, a kis baba, úgy hívják, na hogyan is szaporítják az aloét? Az aloé a liliumfélék családjába tartozik, és ugye kis oldalhajtások, úgynevezett babák születnek a nagy aloé növénynek, és ezeket két éves korukban szokták leválasztani, akkor már van rajta egy pici gyökér, és elültetni a sivatagban, vagy hát az ültetvényben, és körülbelül olyan minimum 5, de inkább 7-8 évet kell neki fejlődni ahhoz, hogy ilyen hatalmas, nagy, közel 2,5-2 méteres levelek legyenek alul, és ezek adják valójában azt az italt, amit mi itt gyakran szoktunk inni Glóriával, meg odahaza is, meg remélem most már egyre többen önök is. És az a fő tulajdonság ennek a növénynek, hogy ez a 7 év alatt éjjel-nappal ki van téve az időjárás viszontagságainak, a trópusi melegnek, a szárazságnak, a nedvességnek. Tulajdonképpen azért is hívják a sivatag liliomjának, mert a sivatagban étlenszomjan, tehát víz nélkül, akár hónapokon keresztül, tehát teljesen ki van már száradva, de ha megered az a bizonyos monszuneső, vagy az a nagy eső, akkor újra megtelik vízzel, és újra elkezd élni, és újra virágot hoz. Kérem szépen, amikor a régi klubunkból, aloé klubunkból átköltöztünk a Kossuth-Lajos utcába, akkor a rengeteg csomag következtében bekerült a sarokba, a szállítók oda tették a sarokba az aloét, és köré pakoltak mindenféle dolgot. Másfél éven keresztül nem tudtam, hogy a sarokba ott senyved az én drága jó kis aloém, azt hittem, hogy ellopták, megmondom őszintén. És amikor idén március elején, amikor így kezdett jobb idő lenni, mondom, csináljunk már rendet ebben a szobában is, és megláttam ott összeráncosodva, összeasszalódva ezt a növényt. Szívem megszakadt, de azt mondtam, hát nem tudok ezzel már mit csinálni, ki kell dobni. De hát én nem dobok ki még egy ilyen elpusztult virágot se. Gondoltam, kiviszem a tanyára, és bekomposztáljuk, hogy adjam vissza a teremtő földnek. De hát nem mentem a tanyára, nosza kitettem az erkélyre, ahol a Kossuth-Lajos utca bűze, melege, mindene ott volt. De esett is az eső, még egy kis hó is. Nem figyeltem én oda rá. Aztán megint egy hónap múlva valamiért ki kellett mennem a teraszra, és azt látom, hogy az én drága jó, megviselt életű aloém kezd visszanőni. Visszaszedte magát, feszesedtek a levelek. Újra zöld lett az amúgy már majdnem száraz és elaszott levél. Hát elkezdtem locsolni. Hoztam neki forrásvizet, zagyvarékasról, és azzal öntöztem. És kérem szépen, ez a növény, amely tényleg a halálból jött vissza, mint én, virágot hozott. Ebben a kőrengetegben, a kipufogó gázban, dacolva minden fizikai és kémiai törvénynek, ez a túlélő növény ismét megmutatta és bebizonyította nekem, hogy nem mendemonda ez. És én is így támadtam fel 16 évvel ezelőtt, amikor egy lukas garas nem adtak volna az életemért, de elkezdtem inni. És látják, azt kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt 16 évben talán többet értem, mint az előző közel 40, nem tudom hányban. És olyan jó, hogy megtaláltuk egymást, a természet meg én. És akkor fogadtam meg, hogy ameddig élek és levegőt tudok venni, mindenkinek segítek, aki kéri és elfogadja a segítségemet. De egyet ne felejtsenek el. Minden tudás annyit ér, amint hasznosítunk belőle. Mert az aloé sem maradt volna meg, ha nem adunk neki új esélyt. Adjon saját magának új esélyt.
most már tényleg sok ezer ember bizonyíthatja, hogy van lehetőség. Azt szoktuk mondani, hogy ahány évet adtál a betegségnek, annyi hónapot adja a gyógyulásnak. Na nem kell azért, ha valaki 20 éve beteg, nem kell 20 hónapot várni. De hogy elindul a gyógyulás, elindul a segítség, elindul a szervezet megújulása a természet által, ez már bizonyos. És akkor egy kicsit beszéljünk erről a bizonyos 7 évről, hogy az 7 évnyi napsugárzás. Így van. Tudjuk, hogy nagyon sok mindent tartalmaz az aloé, hiszen akkor ezt éveken keresztül gyűjtögeti magába azt a sok fitokémiai anyagot. Mi minden van az aloéban? Elmondani lehetetlen. Elmondani lehetetlen, és éppen most nem hoztam el dr. Miles Sándor csodálatosan, fantasztikusan szép és gazdag könyvét, ami nemrégen jelent meg. De hogyha valaki eljön a klubba, természetesen megnézheti, vagy akár el is viheti, csodálatosan jól összefoglalja mindazt, amit az aloéról tudni kell. Mert hogy ez a növény tényleg a világtörténelem legfantasztikusabb növénye, a legtöbb tápanyag benne van, több mint 240 féle fitokémiai anyag. Szám szerint szinte az összes vitamin, ásványi anyag, enzim, koenzim, mikroelem, eszenciális aminósav, tehát mindaz, ami a szervezetünknek szükséges. Úgy is szoktam mondani, hogy ha ebből naponta egy fél decit megiszik az ember minimum, akkor már sokkal többet tett a saját életéért, mint az emberek 90%-a. Mert nagy szívbánatom, hogy egy felmérés alapján Magyarországon ma még nincs 5-6%-a a lakosságnak fogyaszt, ha nem is rendszeresen, de szokott néha inni aloét. Miért baj ez? Kérem szépen azért, mert most már én 16 éve ugye tapasztalom, hogy mit produkál az aloé, az önök visszajelzéséből. Itt majdnem elárultak engem a kollégák, mert pont meglepetésként azt akartam mondani, hogy az ünnepi asztalról sem hiányozhat az aloé, és meglepetésként én itt a sok-sok virág csokorból elővarázsoltam egy flakonnal, mert ugye az nem lehet, hogy ne ígyunk. Hát tudod mit? Én komolyan mondom, pláne ebben a melegben szívesebben iszom ezt, mint bármi alkoholos dolgot. Nagyon szépen köszönöm. Úgyhogy most akkor arra iszunk, hogy a 7 évünkre, meg az aloéra, és természetesen és az önök egészségére. Te így áll, én addig beszélek, mert ez nem olyan, hogy megisszuk, ez olyan, hogy elcsócsáljuk. És nem tudom, hogy honnan tudod, de én ezt a kondroitinnal, glukozaminnal, metánszulfamidmetánnal dúsított aloét szeretem. Íze is finom, és a hatása az elmondhatatlan. Hát a tért problémáim, a műtéteim, hát durván 30 éven keresztül nem tudtam a térdeimet megfelelőképpen használni, és ez segített át abban, hogy most már ismét kettesével futok fel a lépcsőn, pedig én se vagyok már 16. Ne, csak 7 éves iszom, vagy. Jó? Most mondtuk. Olyan aranyos volt, kedves nézőink is mindig emlegetik, hogy tudjuk, csócsálni kell, úgyhogy örültem, hogy Tibor ezt most is elmondta, mert egyrészt tovább ízlelgetjük, az alatt is magunkkal foglalkozunk. Tudom, hogy a kémiai alapja az, hogy az ember szájban a nyálkahártyáról könnyebben felszívódnak a bizonyos hatóanyagok, de valójában az is, hogy az alatt önmagunkkal foglalkozunk, vagy éppen akivel együtt isszuk, és egy picit bensőséges kapcsolatunk válik az aloéval. Úgyhogy egészségedre, te csak csócsálgasd. Sajnálom lenyelni, komolyan mondom. Akkor lenyeld. Tehát összefoglalva az aloé több mint 240, nem tudjuk pontosan mennyi fitokémiai anyaga, az enzimek, koenzimek, makro- és mikroelemek, eszenciális aminósavak, stb. Ez mind-mind benne van, ezt érleli magába 7 évig, hogy nekünk nagyon jó legyen. Ígérjük, hogy más, amikor nem éppen ünnepi műsorunk van, ugyanúgy majd témák szerint szépen szakavatottan megyünk végig a dolgokon, most csak úgy általában örülünk önöknek, a műsornak. Tibor, tudom, hogy van a kis egészségklub. Most nyáron nem lesz szünet?
Köszönöm szépen a kérdést. Egyetlen egy napon nem leszünk nyitva, augusztus 21-én pénteken, mert a hosszú hétvégét én is igénybe veszem. Kiveszem a 16 év alatti rendes szabadságom évre jutó egy napját. Úgyhogy 21-én nem leszünk ott a klubban egyébként. De minden nap, semmi nem minden változik. Nap hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek ott vagyok, és akinek lehet, segítek. Most jött el az a pillanat, amikor meg is gyújtjuk a gyertyát a tortán. Igen. És akkor most gondolok valamire, és... Hát ez egy nagy sluk volt. Ilyenkor szoktak kívánni valamit. Én kívántam, és bár nem szokták elárulni, de elmondom, hogy azért önökkel is, meg a műsorral is kapcsolatos, amit kívántam, és így még biztos, hogy valóra is fog válni. Kedves nézőink, ennyi fért ebbe a mai ünnepi adásba. Én remélem, hogy velem együtt egy kicsit megsimogattuk egymás szívét, önök az enyémet, én az önökét, és a jövő héttől ott folytatjuk, ahol most ma éppen abba hagytuk. Önök a Tea Glóriával műsort látták, kövessenek minket a Facebookon, illetve szerdán este 7:30-kor kezdődik a főadás, és csütörtökön, pénteken, szombaton és vasárnap megnézhetik az ismétléseket. Kövessenek minket a honlapunkon is, illetve a 6-os csatorna oldalain is, hiszen ez a műsor nem jöhetett volna létre, ha nincs 6-os csatorna.